Ádás békesség! Isten igéjét a jelenésekről írott könyv harmadik fejezetéből, az első hat versből olvasom. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogy hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz föl, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan szárdízban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Wilhelm Busch írja ezt a beszélgetést, amikor az idős nagybácsi kérdezi a frissen érettségizett öcsét, hogy gratulálok fiam, mi a terved a jövőre nézve? Hát az érettségi után jogi egyetemre megyek. Nagyon szép, és mi lesz utána? Elvégzem, jogász leszek, bíró, és munkába állok. Nagyon szép. És utána Családot alapítok, gyerekeim lesznek. Úgy van. És azután? Utána főbíró leszek, és életem végéig, ameddig bírok, majd dolgozok. Nagyon jó. És aztán? Hát azt nem tudom, mondta a fiú. Hogyhogy hogy nem tudod, amikor olyan okos fiatalember vagy, és nem látod az életednek a végét? Hát azt senki sem tudja mondta a fiatal a srác. Erre azt mondta neki a nagy nagybátyja, de igenis van, aki tudja, az Úr Jézus, vagy a halálunk után Isten ítélete vár ránk. Úgy tűnik, hogy ez a szárdiszi gyülekezet elég rövid időre tervezett. Az Úr ezt mondja róluk, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy azaz úgy tűnik, mint mintha az élet jeleit mutatnád, pedig nincs rajtad az élet. Mi a helyzet velünk? Vajon, hogyha a mi életünkre tekint Jézus, mutatjuk-e az élet jeleit? És vajon, hogyha a gyülekezetünkre tekint, azokról, arról mit mondana? Szárdiszban volt egy, egy szép, minden bizonyal gazdag gyülekezet, csak éppen az élet hiányzott belőle. Milyen egy gyülekezet, amiből hiányzik az élet, egy lelkész társam a következőképpen foglalta össze, ha mindent a maga erejéből akar elérni, ha a hagyományokból akar élni, ha fontosabb a látszat, mint az őszinteség és a kereszténység csupán egyfajta kirakat a világ számára ha fontosabb a tekintély, mint az evangélium, vagy az anyagi biztonság, mint az üdv És milyen az élő gyülekezet? Ott jobban figyelnek Krisztus szavára, mint a világ hangjára. Rádöbbennek arra, hogy Krisztus nélkül igazából nem élet az élet. Jézus mondja, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Vajon a szárdiszi gyülekezet átmente a halálból az életbe, vagy merre tartott? És a te életed az életből a halálba, vagy a halálból az életbe tart? Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Amen.